71. percben pedig már 3-1 állt a kijelzőn. Dobos Genito kényszerítő után a Honvéd 9-ese remekül adott be, Csovákinak pedig már nem volt nehéz dolga. Ekkor úgy tűnt, a sakmatra kijátszott pápa teljesen összeomlott. A cselt. Olyan helyzetben van, hogy itt jön a csel, hogy innen lőni nem nagyon szoktak. És hát nézzük meg, hogy milyen egyedül van a csatár. Senki, mögötte 3 méterre a védő. Botis visszapattan Doboshoz a labda Botisról. Miró most üresen, és ott a helyzet, Dobos előtt, Dobos, és 11-es. Botis volt az, aki elsodorta a Honvéd játék. Ennyi kihagyott helyzet után naná, hogy a Honvéd szerezte meg a vezetést, igaz, aranyjátékvezető is kellett hozzá. A megadott büntető véleményes, de mindez kevésbé zavarta Dancsát. Tanús bombája, Sipso után, de azért szép. A pont az ína 76. percben Dobos Attila lefut mindenkit, még egyet cselez is, és a végére sem fárad el 1-3. Dobos a szünetben csereként állt be és aranyat ért, illetve egyelőre 5. helyet a Kispestnek, amely folytatja idei remek. Hetné, Udvari azonban belelép a lövésbe. Ezt kellett volna tenniük a védőknek a másik oldalon is, ők azonban inkább behátráltak. Nagy gólt lő a kisdobos a 80. percben. A sírból hozta vissza az 1 pontot a Honvéd. Herbert nem tudott mit kezdeni az előtte megpattanó labdával. Dobos már a lilák ellen is megpróbálta ugyanezt. Hát a véget. A 80. percben mintaszerű Honvéd akció futott végig a pályán, amelynek végén Alves mellel juttatta a hálóba a labdát. Ez volt a brazil csatár 6. gólja a szezonban. A Honvéd szűk negyed óra alatt a maga javára fordította a mérkőzést. Kórus nem zavarja Dobos Attilát, szépít a vendéggárda. Az előző 13 fordulóban csak 3-szor bizonyult gólképtelennek a Honvéd, és ezúttal sem esik meg vele ez a csúfság. De ezzel még nincs vége a meg... Szegény Stevanović itt még nem sejti, hogy Dobos csupán 2 perc alatt élesben is megmutatja nekünk, mit is kell csinálni. Igaz, nem úgy, ahogy mondta, laposan, hanem fejjel, félmagasan. De a Honvéd drukkerek ezért nem bánkódnak, 1-0-ra vezet a Kispest. Az viszont már okos gól. A 18. percben megint Dobos Attilához kanyarodunk vissza, hisz ő megmondta, Stevanovićnak laposan kell lőni. Így is tesz, 2-1. 6 meccsen lőtt annyit a csapata, mint most ő egyedül, szűk 20 perc alatt. De hát, mint hallhatják mindjárt, Aldo Dolcetti ezért küldte pályára. Ő is be a sűrűjébe, Schranz, szabadrúgás. Ez most egy jó lehetőség a Kispest előtt. Már a 73. percben járunk, és továbbra is 0-0 összesítésben 3-1 a Vasas javára. Egy jó lehetőség, hogy ezen a hátrányon valamicskét most csökkentsen a Budapest Honvéd, és ez talán megadja az utolsó lendületet a vendégek számára. No, jöjjön a szabadrúgás, 3-1! De szép gólt rúgott. És az a Dobos, aki cselekét jött be. Dobos, összesítésben 3-2. Dobos Attila alaposan eltalálta. Gyönyörű szépen rúgta be, ahogy kell. Ugye most nem a nagy lövők álltak oda, Takács, vagy pedig Sanc, hanem Dobos, és gyönyörűen tekeri fel a jobb felsőbe. Szép gól volt. Egy gól most már. Csak a Vasas előnye összesítésben, de hát ez tulajdonképpen 2, hiszen idegen belőtt góllal, ha esetleg a Honvéd rúgna még 2-t, akkor tovább juthatna a kispesti csapat, de ha csak 1-et, akkor hiába 2-0 ez a meccs a javukra. A legtöbbször szabálytalanságot fújja a játékvezető. Ez már jobb szög, mint Hercegfalvi lövésénél, és Dobos Attila, valamint Szabó Tibor. Azok, akik készülődnek a szabadrúgáshoz. Dobos emeli, bent van! 1-1! Nem, hogy egyenlítési lehetőség, egyenlítés van belőle. Egy rögzített helyzet tehát. Meghozza a Honvéd egyenlítő gólját még az első fél időben. Nagyon érdekes, hogy sok szép támadást és helyzetet látunk, mégis a 2 gól az 2 rögzített helyzetből. Az egyik egy szöglet, a másik egy szabadrúgásból. Született. Ez
ezzel már 8 gólos Dobos Attila, és ezzel ő a Honvéd házi gól királya természetesen. Úgy láttam, mintha megpattant volna a sorfalon, ezt kapta, de megbizony, valami volt, igen, mert összövi. Sevők. Dobos. Kapáslövés, és vezet Hercegfalvi góljával 2-1-re a Budapest Honvéd. Más típusú gól volt, mint az első, de legalább olyan szép, és technikailag legalább annyira nehéz, amit Hercegfalvi most megcsinált, és egy sárga lap közben a reklamáló Dobosnak. Hercegfalvi tehát 2 gólos. Szerintem Dobos még az iménti kezezés miatt reklamálhatott a játékvezetőnél, ezért kapott sárgát. Hercegfalvi góljával tehát ismét vezetést szerez a Budapest Honvéd. Szó nincsen Lesről, miután Milicic beragadt, és kapásból a hosszúra, de szép lövés volt. És egy remek kameraállása, onnan nézhetjük a gólt. Hercegfalvi technikájáról eddig is tudtuk, hogy remek. Ma eddig egy szabadrúgás góllal és egy kapáslövés. Tudunk a másodikban még eddig, Hercegfalvi. Ez lehet kapásból előni, és benne van! Hihetetlen mozdulat, de nem adják meg Les miatt. Azért jó lenne még egyszer visszanézni. Persze Les volt. Micsoda balett! Dorosztja az instrukciókat. És Dobos adja be a labdát. Nem veszélytelen gól! Diego fejelt, vezet a Honvéd. Kísértetésen hasonló szituáció, mint amikor Ivancsics fejelt. Szintén ugye levágta a kanyart és bement Nikolov elé. Egyébként Nikolov kézmozdulatát is lehet látni, egyből az arcába, a tenyerébe temette kezét. Itt lehet látni, a 11-es ponton indul Diego, és megelőzi Nikolovot, aki itt látható, hogy ugye fogja a fejét, hiszen érzi, hogy ő ebben hibázott. A védőnek innen talán még jobb a kameraállás, támadni kell a labdát, tehát a labda felé kellett volna a védőnek futni, így lett volna. Nem meri megfogni a labdát, odaüti Dobosnak. Dobos szépen fordul, térül, és 11-es. Dobos ezt egyénileg remekül megoldotta, és már klasszikusan ez nem gólpassz, és persze nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de ha belövi a Honvéd a büntetőt, akkor azért el lehet könyvelni a második gólpasszt is. Na, kirúgja. Odaadják Dobosnak, odaadják Dobosnak, az egy nagy jelenet volt, majd esetleg érdemes lesz megnézni, amíg látjuk ezt a szituációt még egyszer, és a buktatást. Völgyi Jekő kipipálva, és aztán Stark az, aki végül buktatja Dobost. Szóval Hercegfalvi megfogta a labdát, aztán odavitte Dobosnak, meglapogatta a fejét, és azt mondta, rúgd be, ha már kiharcoltad. A kapitány. Hosszú sérülés után tért vissza végre tavasszal. Ő lövi. Higgadtan 2-0. Egy fél ütemet kivárt, és megnézte, hogy merre dől ez. Stevanović aztán berúgta. Éppen a saját közönsége előtt a bal sarokba. 0-2. Hát valami hasonlóra gondolt Csukka Attila, aki azt mondja, hogy borzasztóan reménykedek abban, hogy egy picit végre ránk is süt a nap. Itt a büntető még egyszer. Igen, volt benne egy lövőcsel, ugye ez egy lendületből kell elvégezni a büntetőt, ezt még belefért, úgy döntött a játékvezető erre a lövőcserre, vagy erre a lendület megállás, aztán is eldőlt a jobb sorokba, és így az üresen maradt bal.